Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kent a Besz ismétet, és folytatom a My Little Pony Game Loftot. Nos, ragadom, ugyebár ott hagytam abban, hogy megint csináltam a mozi frissítésnek egy részét, ahol megint tokeneket kell gyűjteni. Ugye itt fogom folytatni, hogy... tehát, hogy folytatni fogom ezen a ponton, mert összegyűjtött a kellő mennyiségi token, legalábbis majdhogy nem. Majd meglátjátok. Na, mielőtt belevágnánk, szeretném megmutatni, hogy megvettem azt a bundle-t, ami... Hát... ez is 2016 forint volt az a bundle, ahol Dance Floor-t, 30 gemet és ezt a Hype Up Dancer karaktert lehetett megvenni. Ami 90 VIP pontot adott. Jó, hát... Nem póni, mert nem póni név. Az van odaiba, hogy póni, de mindegy. Na. Igen, szóval, hogy Violist Pony has been unlocked. Ezt a karaktert fogom nem sokára összegyűjteni, mert hogy Friendship Festival Flag azt kellett összegyűjteni, és ez már mindjárt megvan. Az egri? Na. 24-et összegyűjtöttem, és most le fogom alatni a többi karaktert is, hogy meglegyen. Pardon, egy pillanatra nem féltem, hogy Verity adott vajon. Csak ő még visszakaszt a karaktert, hogy... visszaktam AJ-t, hogy dolgozzon, hogy eddig is termelj nekem token. Na, meglett a póni. Leokkézok, és lássuk, hogy akkor mi a következő szöveg. Én nem látom most a különbséget, de szerintem úgyis... ja, de látom, hogy most már ott a csillagok mellett, ott az ászló mögöttük, na mindegy. Lássuk, hogy mit mond a Corality. Well, that went rather better than expected. Azt hiszem, hogy kell mondani. Give the time constraints and just have to make sure the decor is perfectly tailored, nem tudom azt, hogy kell megint ejteni. To the occasion. Mindegy, valahogy úgy. Won't be more than a moment, I'm sure. Pardon. Elnézést. Jó. Oké, perfection takes time. Wait for Rarity to make sure she did her best. Oké, szóval a lényeg az az, hogy megint várni kell 3 napot és 17 órát. Szóval megint nyugodtan várhatunk vele. Úgyhogy most biztos, hogy megint nem lesz vele gondunk egy darabig. Szóval, ja, lássuk, hogy akkor ezt a két új karaktert. Oké. Szóval a lényeg az, hogy ez a két karakter lakik valahol. Jó, mondjuk ezt sejthettem volna. Na, ez a karakter szerintem tudom, hogy hol lakik. Tudtam. Performance Home. Tehát ott lakik Twilight. Nem most. Oké. Okay. Ignoráljuk. Tehát ott lakik, ahol Torchsong, Two Taper és... hogy hívnak téged? Cheerful Fan. Nem jutott hirtelen az ember. Na mindig, olvassuk el. A gyatra, már elnézést a kifejezését, de így van, angolomat felhasználom megint, hogy elolvassuk, nagy nehezen, hogy mit tartalmaz a karakterről a játék. Tehát olvassuk el, hogy mit ír. Violist Pony. A recognized master of the alto clef. If music was cooking, then he'd be a great chief. Az elejét nem értettem. Az biztos, hogy if music was cooking, then he'd be a great chef. Tehát, hogyha a zenét főzni kell, ő biztos, hogy egy jó
szakács lenne. Valami ilyesmit vettem ki belőle. Lehet vele taszkolni. Oké, nézzük csak. Pick out a present for his accompanies. Turn his instrument at home. 8 óra és 14 óra kell. Úristen, mikhez kell? MC Pony. Ez MC Pony. See if the MC Pony is willing to hype him up. This item is really not currently not on sale, but will become available now. Tehát ez a karakter még nem elérhető. Úgyse, mik ezek a küldetések úgymond, nem küldetések, hanem tudjátok, hogy mik ezek a feladatok. Na jó. Jó, hát akkor nézzük meg ezt a karaktert. Nem vagyok meglepve, hogy DJ Paul 3-nél akik, hisz ez a karakter, bár az az egy helyzet van, hogy ez a karakter nem is Bonnyville-ben kell, hogy lakjon, mert ez mérhetem, mert jó. Jó mondom, csak nem így kellett volna kezdenem a fogalmat. Még egyszer, tehát nem Ponyvében kell, hogy lakjon. Mert ez a karakter, aki tudja, ez a karakter benne volt az 5. évadban. 5. Nem. 6. 6. igen, 6. mert azt még nem készítettem, mert most már tényleg elfogom, most már rászánom magamat. A 6. évadban volt benne, amikor Rarity megnyitotta a butikját Manhattanben. Na. Hyper Up Dancer. Lássuk, hogy mit ír rá. A regular fixture at her preferred club. She likes all of her step to being with a dub. Mindegy. Ha jól veszem ki a szavakból, már pedig tudjátok, hogy az gyatrangolom ellenére mindig valamit kihozok. A lényeg az az, hogy ez szerette, hogy ez nagyon jól tud táncolni, ezt tudjuk. Oké. Na. A aktív eventek közül most nincsen semmi. Annyi az egész, hogy itt megint 8 gemet lehet szenni. És azt tudom, hogy itt most Shuri Polormer az, akit jutalmul meg lehet szerezni mások számára, de nem nekem, mert ő nekem már megvan régen. És Nurse Red Heart-tal, Nurse Red Heart-tal kell megcsinálni. Még azon gondolkodok, hogy ővel hogy állok? Amíg is találnám a házat, azt hiszem ez az övé. Mi? Yeah. Akkor ez nem az övé. Elnézést. De akkor melyik az övé? Melyik az ő háza? Ez. Nem? Nem ez. Zekora. Hú, de rég is láttam már Zekorát, aztán na itt van. Oké. Tényleg, itt édesapám mindjárt megvan. Kicsit nagyon kiúztam a játékot. Na, majd mindjárt visszahúzom egy picit. Így jó lesz. Na, most, hogy nincsen más feladatunk, majd csak ezt a karakter kell megszedni, addig visszarakom Rejtét, hogy dolgozzon. Hoppá, ez micsoda? Igen, az utolsó bundle. 80%-os kedvezménnyel. Jó. Tehát más feladatunk nincsen. Na jó, menjünk ezzel a karakterre. Úgyis Almával kezdünk nála, úgyhogy miért is ne? Ez a karakter valahogy, nem azt mondom, hogy a... Tehát, hogy nem tudom, valahogy mégis elnyeri a tetszeset, még régen nem, régen. Hát amikor néztem az évadot, akkor még nem nyerte igazán ez a karakter a tetszésemet, akivel most játszok, ez a Dancerrel. Inkább a másik, amelyiknek ilyen cumilóg a nyakában, az jobban tetszik nekem. De azért nem rossz, tehát hogy nem rossz, nem néz ki rossz ez a karakter. Na vajon ezzel, ha nem az, hogy el fogunk menni vele repülni,
Ennyi? Jó, tehát 4 óránként lehet vele játszani, azt tudjuk. Ezt már megtudtuk. Tehát, hogy pont elértük egy csillagot vele. Jó. Következő. Azon gondolkodok, hogy lehet, hogy tényleg vinni kéne őt. De most hol volt? Ott. Pardon. Na, ide most egyet menjünk. Red Nurse Hartar. Jézus. Jézus Isten, nem bírtam összekötni, mi van velem? Na jó. Téma az most nincsen emberek. Maximum az, hogy készülök egy nagy élő közvetítéses videóra majd. Hát nem tudom, hogy, mi az a videó fölkerül, hogy azzal hogy fogok haladni, de az nem most lesz, nyugalomban. Hát, szerintem mire ez a videó fölkerül, azt már megcsináltam, majd meglátjuk. Majd úgyis meglátjátok, hogy miért fogok játszani, csak most már beszélünk először Sihivel, mert kéne a segítsége ahhoz, hogy megcsinálja azt az élő közvetítéses videót. Jó, mert akkor nem haladtunk sokat, nem számít. Következő karakter. Nem tudom, hogy kivel menjek. Csomó karakter van, akit még vinni kéne, de szerintem megyek egyet Betty Bowfenter rejtélyes anyjával, hogy őt is fölviessük. Csak azért, mert haladni kell vele. Elnézést, hogy hirtelen elhallgattam, de eszembe jutott még megint az a dolog, tudjátok, hogy mondjuk ez már nem most volt, de tudjátok, hogy a játék újraindította nálam magát, és azóta, hát még csak nemrég tudtam visszaszerni Betty Bowfentet végre. Pedig már szerintem régebben is meg tudtam volna szerni, hogyha úgy alakult volna, de most tényleg úgy alakult, hogy meg tudtam szerezni végre. Hát igen, még azért látszik, hogy vannak egy kis problémák itt a játék terén, de semmi baj. Fölvigyük, jó. Vigyük föl Magnumot, hogy aztán ővel is le legyen a gond. Azon gondolkodok, emberek, hogy ha meg tudnám végre szerezni Discordnak a töklámpás házát, vagy nem töklámpás házát, hanem a tökházát, meg a most, ami bejött nemrég, aminek tényleg nem tudom, hogy mi a neve, azt vissza kéne nézni a videóba, akkor az napi 14 gem lenne számomra, hogyha még elérném a 15-ös VIP szintet. Ezt azért meg kéne már végre csinálni, hogy jelezze a póniknál az 5 csillagot, mert ez azért már enyhe túlzás. Oké. Szóval a lényeg az, hogy megvan ez a karakter is 5 csillagosan, és minden rendben van. Akkor egyre kevesebb a probléma. Monivilben rengeteg karakterrel haladok, de hogy pardon, mikor leszek vele kész, az fogalmam sincsen. Nem tudom, hogy mikor fogom ezt az utolsó bundle-t megszerezni, mert még ez kéne. De szerintem ez az utolsó bundle, ami kell, ez a végére lesz szükségem. Tehát, hogy tudja, hogy nem ehhez kell, ami most jön be, ez a karakterhez. Szerintem ide a másik táncos lábú póni kell. Ex-tetik, vagy nem tudom, esztetik, dancer, nem tudom, ezt hogy kell.
kiejteni, na mindegy. Szóval ez a póni az, amelyik inkább jobban bejött, mint a másik, de nem baj. Érdekes, hogy hány olyan táncos karakter is van. Meg kell nézem a kollekciós listában, mert fejben meg nem mondom. Majd tudom, hogy három, nem arról van szó, hogy nem tudom, hogy hány van, hanem hogy hogy néz ki a harmadik. Ja, ez az, aki olyan, mint Pinkie Pie, mert az is tele van kötéssel, meg fejpánttal, meg ilyenek. Ha ez a karakter, ez az Athletic Dancer is visszajönne végre, hát jó, azt már csak bendőbe tudnám megvenni, de nem baj, akkor 21-ig említni a markomat. Na, azt írja, hogy 321 karakter már megvan a 407-ből. Ami viszonylag jónak számít, de mégse. Értitek? Na jó. Ezt a karaktert kéne még megvennem. Ezt a Metamorphed Worker-t, és akkor meg vagyok. Pardon. Tudjátok, mint nem is? Ja, ezt is. De tényleg itt is, hogyha... Ez a DJ pult is már megvan nekem. Mindegy. Arra vagyok kíváncsi, emberek, hogy... Na. Beszorult a játék. Lehet, hogy kifagyok. Nem baj. Kidob. Semmi baj, úgyis már végeztem mára. Majd innen fogom folytatni a következő alkalommal. Na, itt még el szeretnénk mondani így végére, hogy... Nem tudom, mikor fog bejönni Crystalis királynő? Vagy lehet, hogy majd csak még néhány perc múlva, mert még nem találták ki hozzá feladatot? Vagy tényleg várják az évad végét? Nem tudom, de... Most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy most lesz még valami, hogy nem jött be, vagy most itt mi lesz? Na mindegy, meglátjuk. Inkább arra vagyok kérdés, hogy a Changeling drónt azt hogy tudom megszerezni, mert hogyha bejön egy kupac gembe, azt se bánom, de hogyha bundle-be jön vissza, azt se bánom, mert tudjátok, hogy nekem nem jött össze sajnos, és remélem, hogy még meg tudom valamilyen úton módon szerezni, mert hogy nem tudtam megszerezni a Changeling Kingdom frissítésben. Jó, majd még látjuk. Na, szóval ennyi lett volna mára a játék, és akkor innen fog folytatni majd. Hát nem tudom, hogy mit fog előbb bejönni. Hogy megint valami olyan bundles, amit megtetszik, és azt veszem meg el... Nem, szerintem arra nem fog videót készíteni. Maximum majd csak tényleg akkor, hogyha olyan limitációs lesz akkor. De most egyelőre akkor várunk arra, hogy elkészüljön a küldetés, tehát most megint várni kell. Most mikor ez a felvétel készül 3 nap és 17 órát. De a lényeg az, hogyha ez a küldetés elkészül, akkor megint haladok a játékkal. Szóval akkor köszönöm mindenkinek, hogy nézzétek a filmet és visszat akkor a következő videóban, innen fogom akkor folytatni. Valamint ahogy mindig szoktam mondani, külön minden Brawn és Pegasus-t tessenek, pedig külön Brawn és Viszlát.